Fél kilenc múlt 8 percen önök a Start Plus-t látják. A stúdióban Kelen Anna művészettörténész és Rédli András világ és Európa bajnok párbajtőr vívó. Jó reggelt kívánok! És ami miatt itt vannak, az a kiállítás, amiről az imént már beszéltem, ahol 30 festmény látható, 30 valaki által kommentált változatban. Mi a szándék igazából ezzel a kiállítással? Miért pont ez a csoportosítás? Maga a koncepció igazából abban az ötletben indult ki, hogy én a saját ismerősi környezetemben, meg akár baráti körömben egyre gyakrabban tapasztalom azt az érvet, hogy én minek menjek el egy kiállításra, én úgysem értek a művészethez. És mi azt szerettük volna bebizonyítani ezzel a kiállítással és a kiállítást kísérő kiadvánnyal, hogy nem kell ahhoz szakirányú képzettség, hogy valaki mondjuk elmenjen egy kiállításra és tetszen neki egy festmény. Ezért felkértünk a divattervezőtől kezdve a sportolón át, újságírót, mindenféle szakmának a képviselőit, hogy mutassák be azt, hogy igenis bárkinek lehetnek saját gondolatai egy kép kapcsán. És itt a kiállításon minden a 30-as szám körül forog, tehát ahogy már említetted is, ugye 30 festményt mutatunk be, mindegyik az adott alkotónak a 30-as éveiből származik, és hát bizony a kiadványban megszólaló fiatalok is mind a 30-as éveiket tapossák. És azt mondta, hogy nem kell szakirányú végzettség ahhoz, hogy valaki élvezni tudjon egy festményt, mondjuk elnézve a kiválasztott képeket, ezek azért 20. századi művek, tehát olyan kortárs művekkel kapcsolatban nem biztos, hogy ezt ilyen egyszerűen ki lehetne jelenteni. Mi arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy igenis van párhuzam a 20. századi fiatalok és a 21. századi fiatalok között, ugyanis ezek a festők éppen úgy pezsgő társasági életet éltek, szerelmesek voltak, utaztak, külföldön tanultak, jártak a nagyvilágot, szembenéztek egzisztenciális problémákkal, kihívásokkal, és ezt szerettük volna, ezzel a megfogalmazással szerettük volna közelebb hozni a mai fiatalokhoz, és sok archív fotóval a kiadványban, meg magát a kiállító teret is így próbáltuk berendezni, hogy párhuzamot vonjunk a mai és az akkori fiatalok között. Hogyan választottak ki a képek? Felkínáltunk, de hát ezt András is tudja mondani, hogy felkínáltunk mindenkinek olyan 3-4 képet, és akkor a legközelebb állót választották ki. Kiállításra járó képzőművészet érdeklődő ember egyébként? Hát ezt azért nem mondanám. Leginkább ez egyébként azért van így, mert kevés ideje van egy sportolónak, főleg aki dolgozik mellette, mint én a katonaságon. Ugyanakkor, amikor Párizsban van a versenyünk, akkor mindig sikerül azért a Louvre-ba egy-egy képnek az élményét elcsenni. Egyébként ott a kedvencem, azt hiszem, a Horáciuszok esküje az ott van kiállítva, illetve legutóbb még egy Monet kiállítás voltam, azt hiszem 1 vagy 2 éve, inkább 2 éve már ez a Szépművészeti Múzeumban, és megmondom őszintén, nagyon örültem, kicsit meglepetés is volt ez a felkérés, ami a Virág Judit galériától érkezett felém, de nagy örömmel tettem eleget ennek a kihívásnak. És mi alapján választotta éppen ezt a képet? Hát megmondom őszintén, Cigány Dezső kép. Így van. Számomra nyugalmat, harmóniát árasztott, amire a hajtos hétköznapok után szükségem van otthon, és ezt megtaláltam ebben a képben. Mondjuk ez a kép, ez így ránézésre eléggé hajaz azokra, amelyeket mondjuk Franciaországban, a Louvre-ban, igen. legalábbis egy részére, amit ott lehet. Abszolút, és a csendéleteket is egyébként nagyon kedvelem. Ezek ugye a 20. századi képek a kortárs képzőművészetről, van valamiféle véleménye? Hogy ezt a problémát, amit itt az előbb felvázoltunk, azt lehet érezni? Én azt gondolom, nem vagyok nyilván ebben annyira kompetens. Én a saját baráti körömet tudom példának állítani, vagyis megítélni, ők érdeklődnek a képzőművészet iránt, vagy akár a művészetek iránt is, tehát előfordult az, hogy múzeumok éjszakáján akár a baráti társasággal részt vettünk, és ott megnéztük a képeket, jártuk a múzeumokat egy-egy éjszaka, tehát ezek a programok azt gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezések az ügyben, hogy a fiatalok is nyitottabbá váljanak a művészetek iránt. Kik szerepelnék még ebben a kiadványban? Alkotók és
véleményezőkre gondolok egyenlet. Ugye a véleményezők között újságírótól színészig nagyon sokféle ember van. Igen. Hát aki talán a tévénézők számára ismertebb hangzik a neve, például Abanovák Vilmos nagy cirkuszos festményéről Algahui Hesna riporter írt, akkor egy Tihanyi Lajos Csendéletről Stumpf András újságíró, a Márfiadon festményéről Sándor Szandra Nanuskának a tervezője, de igazából még sorolhatnám percekig a neveket. Mi alapján választották ki azokat, hogy kiket kérnek fel? Azt szerettük volna, hogy minden, hogy minél több fajta szakmából szólaljanak meg a kiadványban. Mi volt a reakció, amikor felhívták ezeket az embereket, hogyan fogadták a felkérést? Voltak, akik meglepődtek, meg ugye, ahogy András is mondta, hogy azért általában meglepődtek, és mindenkinek ugye ez volt az első reakció, de hát, hogy én ebben nem vagyok kompetens ebben a témában, meg hát én nem értek hozzá, meg hogy, ja Istenem, én biztosan nem fogok tudni műelemzést írni, és hát mindenkinek mondtuk, hogy pont ez a lényeg, hogy nem műelemzést érjen, hanem hogy ezek tényleg szubjektív gondolatok legyenek, és semmiképpen se kezdjük el elemezni a ecsetvonásokat, meg a művészettörténeti előképeket egy kép kapcsán. És milyen vélemények születtek? Kellett segíteni nekik? Nem. Mindenki nagyon ügyesen megoldotta a feladatát, és szerintem nagyon jó kis szövegek születtek. Szubjektívek, szakmaibbak, milyen jellegűek? Szubjektívek. Teljesen szubjektívek. Hát volt olyan például, akinek egy blogger, a Horváth Dorka, akinek a Zóbel berlini utcaképe kapcsán mondjuk az Erasmusos éve jutottak eszébe. Volt olyan, akinek a Hegyi Ádámnak egy Gulácsi Lajos festmény kapcsán például egy gimnáziumi matematika órája. Tehát mi pont erre szerettük, pont ilyen típusú szövegeket szerettünk volna, hogy ránéznek egy adott képre, és akkor mi az, ami elsőként az eszükbe jut. Mi volt az első reakció, amikor? Hát reflektálnék egy picit, hogy természetesen én is meglepődtem, és rögtön elkezdtem olvasni a Cigány Dezsőnek a Cigány Dezső életrajzát a nyolcakról rögtön, akkor ez a Cézanne irányvonalat rögtön, hogy úristen, hogy esetleg méltatlan helyzetbe kerüljön az ember, hogy ugye egy kis izgalom azért következett, de mint ahogy mondták is, hogy az első benyomás, tehát hogy a képre, amikor ránéz az ember, mi jut eszébe. Egyébként, hogyha a galériába járt már valaki, és aki nem, azt természetesen bíztatnám erre, tehát lenyűgöző, amikor egy ember a jó világítás mellett meglátja ezeket a képeket, hát leesik az álla, és én is álltam előtte percekig, és néztem, és mondtam, hogy na jó, akkor ez jó lesz. Tehát ahogy ez a fehér váz a Cigány Dezsőképpen kiemelkedik a képből, és abból a kékségből, tehát tényleg lenyűgöző. Lehet, hogy lesz ennek a kezdeményezésnek valamiféle folytatása, hogy közelebb hozzuk a közönséget és az alkotókat egymáshoz? Ez még a jövő zenéje, de reméljük. Na, valami terv. Lesz 40-es, 50-es. Hát most egyelőre koncentráljunk a 30-ra, és aztán majd meglátjuk, hogy... Mettől meddig látható ez a kiállítás, és hol pontosan? Már látható a Falk Miksa utca 30-ban, a Virág Judit galériában, és november 22-ig látogatható díjmentesen, a kiadvány pedig letölthető a honlapunkról. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.